Halló, sziasztok! Na! Hello, csumi, ciao, cső, mizu! Itt vagyunk Szekszárd mellett, és mutatunk nektek még egy újabb elhagyatott éttermet, ami azért romosabb, mint az előző Füzi Völgy elágazónál, vagy nem is tudom, hogy hol voltunk. Füzi Völgy, igen. Lenne némi kis pletykálkodásunk is, az adománygyűjtésünkkel kapcsolatban. Egyébként onnan jövünk, ugye Szekszárdon voltunk az egyik üzletnél, és hát akkor elmesélnénk nektek, hogy hogyan jártunk, vagy hogy milyenek voltak velünk kapcsolatban az emberek. Viszont, hát most eléggé felhős az idő, el is kezdett csöpörögni az eső, úgyhogy gyorsan nekiállunk, megpróbáljuk körbejárni ezt a kis éttermet, aztán meglátjuk, hogy az autóban tudunk-e tovább csacsogni, pletykálni, vagy azt majd otthon. Okay. Te mondtál valamit? Hát annyit mondok akkor, hogy sziasztok! Nézzük Na. meg akkor együtt ezt a, nem is tudom milyen elhagyatott épületet. Dobjuk is át a másik kamera lencsére. Mondd, hogy merre menjek. Akarsz lépcsőzni? No kérem szépen, most egy távolabbi kamera funkciót fogunk használni. Lehet, hogy... Na, nem tudok beszélni. Lehet, hogy így egy picikét görbe lesz, úgymond. A nézőszög vagy látószög, de így talán sokkal jobban fogjátok látni mindazt, amit mi, és mindenkitől bocsánatot kérünk, általában ugye ezek az éttermek gyorsforgalmi úton vannak elhelyezve, úgyhogy szokásos módon kiabálni fogunk, nagyon hangosak lesznek az autók, de talán ahogyan feljebb haladunk a dombtetőn, nem lesz annyira zavaró majd a hang. No kérem szépen, Hajnalka ingatlan hölgy már meg is jelent ittenségen. Jó napot kívánok, hölgyem! Jó napot kívánok, uram! Hát újból találtunk egy elhagyatottnak tűnő, valószínű régen valami vendéglátó egységként üzemelhetett ez a helyiség. Képzeljétek el, amit így messziről észrevettünk az út mellett, és ezért álltunk meg, az a gyönyörű teteje ennek az épületnek, mert ez egy régi náttetős épület. Megmondjuk őszintén, hogy igazándiból ilyet még úgymond élőben nem láttunk, főleg nem ilyen közelről, annak ellenére, hogy elhagyatott, ezek szerint a funkcióját valószínű jól betölthette ez a gyönyörű tető. Több részből áll, és hát megpróbálunk egy picit körbejárni, hogy van-e olyan bejárata, vagy valami, amit mi látni fogunk. És képzeljétek el, hogy még az, ami még nagyon... Elnézést kérek, hölgyem, hangosan beszéljen! Jó! Még valami, ami tetszik ennek az egész épületnek a helyén, az pedig az, hogy egy domboldalon van ez az egész. Majd látni fogjátok, hát itt valószínű, hogy itt lehetett, nem tudom, hol. Majd mindjárt kicsit előrébb megyünk, akkor láthatjuk, ez valami oldalbejárat lehet. Valószínű, hogy itt valami teraszrész lehetett. Ó, nagyon hangosak az autók. Nagyon, ugye? Hát ne haragudjatok, maximum akkor most csak nézni fogtok, és nem hallgatni bennünket. Pluszba, ouch, nagyon sok a szúnyog továbbra is, hogy nem igazán lehet kimenni a szabad térbe. Na, az igen, oda süss. Igen, és itt azért már potyog a vakolat, hölgyem. Igen, hát... azt néztem, hogy valószínű ez valami, ki szabad mondani? Egy Pepsi felirat mi lehetett? Mi mindent kimondunk. Jó, akkor kimondjuk, hogy ez egy Pepsi felirat lehetett itt maga. Valami olyasmi kép lehetett. Itt oldalt Coca-Cola. Szerintünk. Egyébként igen. Hölgyem, zsíros kenyérrel, üdítővel, teával készült? Nem, megmondom. Valamit innék, ennék. Hát itt uram most nem fog kapni semmit. Valószínű, hogy ott fönt is valami terasz rész lehetett.
és egyszerűen innen látszik, hogy milyen vastag ez a dáttető. Én megmondom őszintén, hogy azt hittem, hogy ez tehát tudod, hogy ez kell. Őszintén szólva, a nézők szerintem ebből semmit nem látnak, de majd akkor készítek róla fotót, és akkor majd beillesztem, igen. Jó, hát itt van valami... Riasztóval és kamerával védett terület, természetesen nem piszkálunk semmit, kilincseket sem, mondjuk ott nincs is kilincs. Nincs, és egy kicsit nyitva is van, de nem piszkáljuk, látszik valaki csak úgy össze, nem tudom mit csinál, drótozta. Ugye itt is látszik, hogy amit múltkor is beszéltünk veletek, nem értjük, hogy miért kell minden épületnek betörni az ablakát, hogyha valami... Hát mert ez divat. De miért? Hát épp ablakka, hogy néz neki. Ja. Vagy... Így a szép hajné. Nem tudom. Vagy azért, mert ott akarnak bemenni, ott tudnak bemenni. Az ablakon a legegyszerűbb. Nem, hát hogyha megnézed, itt be is törtek. Tehát itt látszik, hogy... Basszus, itt főszakad minden. Tudom, de meg ilyet. Jaj, hát mi ahol... Nem azt nézem, hanem hogy hol a lábam. Ugye más szögű ez a kamera most. Tehát valószínűleg be is törhettek ide. És azután tették ide ezt a... Valami fémlemez, ja. Na jó, van, jöjjön. Egyébként ez szép. Kavicsosan szépen ki van rakva. Ugye belenyomták a vakulatba, vagy balterba. Mondjuk ez nem is csúnya. Igen. Na nekem ilyen nem kéne, az biztos, de nem csúnya. Hát valószínű, hogy ott meg futhatott végig vezeték, mert látszik, hogy ott tőbe levágták, gondolom ilyen kültéri világítás lehetett, és ez lehetett itt maga egy ilyen teraszos rész. Azért látszik, hogy a... Jó, hölgyem, mert csöpög az eső. Jaj, bocsánat, uram, bocsánat. Na, itt valószínűleg van ott fönt egy kiülő rész. Igen, akkor valószínű ez lehetett maga a főbejárat. Az épület életveszélyes, belépni tilos. Azt tapasztak. Ha közelebb megyünk, azért látunk valamit? Hát itt... Hát nagyon poros. Hát itt csak magunkat látjuk. Igen. Elmondja, mit látok én benn? Hát mondd. Látok benn fűnyírót. Valami... Fűnyírót? Igen. Nézd be te is, valami régi hordót. Látod, itt van egy fűnyíró, söprű, valami vödör, nem tudom milyen vödör lehet, az martelos vödör. Aha, üres raklapok, meg valami 10 zsák arany. Az nem kell, úgyse senkinek. Hát mit csinálsz vele? Ja, hát az is igaz. Na! És amit majd itt nem meg... Amiről beszéltél, ugye? Így van. Hogy domboldalom van fent, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Igen. És ez tényleg meg... Kicsit közelebb jövök, hogy halljátok. Ez tényleg megadja neki ezt a kis különleges báját, hogy maga ez az épület egy ilyen domboldalas helyen van elhelyezve, felépítve. Hát még itt, amit észrevettünk Dorival, hogy ez valószínű ez a hirdető táblája lehet. Annyi nem baj, ha benn lesz a popsid? Hát jó, egész alakos, hát kérdezem, utána nem akarom hallgatni, hogy jaj, nem volt a tested is. Ja. Szóval pedig én már vetkőznék le, na mindegy. Itt legyen, igazán, Vigor, itt van a maga a neve, hát nem tudom, hogy te ebből ki tudod-e venni, hogy milyen, mi lehetett a neve. Valamilyen csárda, ugye? Ja, és ezt te hol tudod kiolvasni? Nézd, itt van. C-S, mondom, csárda. Aha. És milyen csárda? Hát, csalán csárda, nem tudom. Sió csárda. A vakulat az már durván lejött, rendesen látszik a tégla is. Ha ott van megint ez a náttető, és nem igen, tudom megmutatni. Nagyon szép. Szólj, Hajni, hogy a végén készítsek fotót. Jó. Kiabáljunk, mert... Jó, kiabálunk. Szóval ez lehetett maga a hirdető táblája, világító táblája. Hogy ez szólálhatott, hoppá, te is figyelszetek. Tehát ez egy nagy hír. Az igen. Betonon. És még egy kis erkélyszerűség, vagy terasz? Hogy hívják? Nem tudom. Hát vigyázz, hova lépsz. Hát, beemelem a kamerát. Aha, emeld be. Itt lehetett egy ilyen kis aha, kis kiülő rész. Ilyen kis kiülő, igen, egy oldalt rész. Kávézni, túros nagyon gombócot eszegetni, meg ki mit szeretné itt csinálgatni, ugye bár. Úgyhogy ez ablak lehet. Természetesen itt is igen. Betörve. Igen. Ha itt közelebb vagyok, és nem jók a fényviszonyok. Jó, milyen, ugye? Aha, továbbra is vitték tovább ezt a, hát,
kavicsos, nem tudom mi ez, dizájnt. Neked bejön amúgy? Hát nem tudom. Nekem lent. Nem. Nem, azt akartam mondani, lent is próbálták azzal, meg valami... Jó, hogy nyomtak bele kavicsokat? Igen. Aha. Igen, meg talán nem tudom, mi lehet az a pátrányt kentek rá, valami úgymond, mintha szigetelés lenne. Vannak nagy kis... Jaj, mekkora gödör! Ezek, majdnem beleugortam. Azt a... Nem tudom, hogy ti látjátok, beleállsz, hagyni, majd kihúzlak. És ha van bent csalán. Ja, az van. Akkor várj, én belemegyek. De akkor meg nem látják, hogy mekkora. Nem megy bele. Nagy. Mert ott van egy... Most vagy ne elfeküdtem. Nem az, basszus. Kihúztál volna egyáltalán? Persze. Vagy elmentél volna sétálni? Nem, persze, de ott van cső is, úgyhogy ne lépjél bele, légy szíves, mert cső. Nem tudom, hogy nem-e valami annak idején, valami emésztő, vagy valami ilyesmi lehetett. És ami még tetszik, ugye az oldalán egy több kis ablak van. Itt van valami kis hülyet, úgyhogy mi arra gondolunk, hogy hát vagy a mellékhelyiségek lehettek itt, ugye? Vagy talán a konyha rész, és annak lehettek itt az ablakai. És talán itt jöhetett ki a szagelszívó lehet itt, és ugye akkor itt pedig maga a konyha. Konyhának ezek az ablakai, de amúgy különben masszív, jó kis rácsos ablak. Aztán van még arrébb még ablak szellőzővel, akkor talán ez meg a... Egyre már... több itt a szúnyog, igen, ugye? Nem tudom, hogy több a zöld, vagy zöldes, hogy igen. Kell mondani? Ah. Igen. És érdekes, hogy kis lépcső vezet onnan, hát akkor nem tudom, valószínű fölülről is meg lehet közelíteni. Hát az nekünk kicsit nem. Durva emelkedő lenne, ami azért ennyire fittek nem vagyunk. Örülök neki. És nagyon puha a föld, úgyhogy... Ide nézd! Ez igen. Jaj. Mondtam, na, hát nagyon... itt pisilni is tudnék, hajni. Na. Elnézést kérek. Jó. Ja, az épületet még nem is mutatom. Na, igen. Ez lesz a hátulja, vagy ez volt itt a konyhának a kiömlője, vagy nem tudom mi lehetett itt. Eléggé be van feketedve, nem? Uh-huh. Hát valószínű azért ezt az épületet valamilyen... Ezt már ki is fosztották. Igen, de próbálhatják védeni, mert azért próbálják talán egy kicsit... Mi ez? MDF lap? Fából? Bocsánat, kell köhögnöm, mert valami por belém. Köhög nyugodtan. Ott egyébként igen, itt van egy másik épület, azt nem igazán mutogatjuk, igen, mert azt úgy néztük ki, hogy úgy néztük ki, tehát úgy láttuk, hogy azt éppen felújítják. Próbálok. Leskenőzni. Hát de mit látunk maximum? Hát a náttető, a tele van lyukkal. Ez nem náttető. Nem? Ja, ez nem az? Ez nem, nézd. Ja, ennek van egy fél teteje, bocsánat. Fél teteje lehet, aha. És ez valami ilyen. Ja, igen. Ott van, látom, ami hullámpala. Az, műanyag. Aha, hát azt már megette az idő. Ugye? Igen. Ja, itt meg nyílik szét. De várj! Igazad van. Nem, igazad van. A lenti lehetett. Konyha? Ja, bocsánat, nem tudom, itt más a valami szúrós. Mondtam, én szagú, is, vagy hogy mi érzek. Ez. Tehát kögök. Lent, amit mutattál, valóban pára elszívónak, vagy szagelszívónak a nyílása. Itt viszont, ugye ott is van egy nyílás, igen. És itt is, ennek a féltető szerkezetnek itt folyhat le az esővíze. És azért igen. Kezdte ki a téglafalat. Így van. Akkor kicsit hátrébb jössz, akkor látod, hogy van neki az, de akkor ott... Mit kell mutatnom? Nem, gyere hátrébb. Tető. És a tetőn az ott mi? Tetőn? Az a olyan... Kéni, igen, valami. Az, olyasmi. Le is van fedve. Ja. Ott valami, nem tudom, fatüzelésű gáz, a fran se tudja mi. Hát az, nem kis tudom, kéményszerűség. Kis kéményszerűség lehet, ugye? Hú, hát itt oldalt... Ja, meg itt, akkor ezek szerint ez valami hátsó rész, ahogy te mondod, nem tudom mi lehetett, és akkor itt meg ennek itt külön lehetett hátsó bejárata. Azt mondja, elesek mindenbe, látjátok? Nagyon puha itt a föld. De tényleg. És mit látok? Basszus. Ó, ide nézz, innen látszik a náttető. Fussunk közelebb majd. Mit? De ott az mi? Ez? Ú, de vagány, mint egy föld alatti garázs. Mondjuk ez, nem pont olyan, rá van hordva a föld, ennek hütő. Rohadt jó a szigetelése. Boros hűtő, vagy mi? Az, gondolom lesz lépcső lefelé, aha. Itt hát, nem feltétlen. Ú, de vagány. De az, ez az. Annyi menj előre. Szívem belül. De várjál, nem puha a talaj? Lehet, hogy nincs lebetonozva. Jaj, gyere ki! Megtámadott egy csomó szúnyog engem. Ja, az eleje, izé. De, nem bírok. Egy pillanat, egy pillanat.
Egy pillanat, várjatok, legyen szíves. Oké, rendben, itt is vagyok, elnézésüket kérem. Na, szóval, amire mi rájöttünk... Menjen hajnak, a magát egyék meg először. Amire rájöttünk, hogy ez egy... mekkora hordó. Ez egy pince. Most ne a hordót nézd. De hát hajni. Jaj, üres, mit csinál a magyar? Mozdítható, ha vinni kell, hajni. Nem fér be a csomagtartóba. Nyomjunk gyors egy live-ot. Várjatok, át kell kapcsolni, várjatok. Na, vegyél, vesz, nem is látok semmit. Na, ha milyen a magyar? Ha vinni kell, mozdítható. Ide, nézzétek. Tehát most nyomunk egy live-ot. Megadjuk a pontos címet, és gyertek ide utánfutóval. De hajni, ez több vagány. Gyűjthetnénk benne az esővizet, vagy akármit. Igen. Várj hátulról, hogyha így állunk. De nehogy leesek a lépcsőm, nem tudom, mi van. Én foglak. Na, hú, de kellemes a levegő, mint hát a klíma. Na, ezt akartam nektek elmondani, jó? Várj, hogyha... elnézést kérek, hát azért legyen már kis pacek stílusom. Te egy tincs. Na. Hát nehogy megszóljanak a kedves hölgyek. Na, de annyira nem menj közel, mert a fejedet eléri a... Na, azt szerettük volna még elmondani nektek, hogy ugye itt Szekszárd környékén vagyunk, ugye Szekszárd azért elég híres a borászatáról, úgyhogy hát, ez... honnan tudsz ilyeneket? Hát a néha szokott olvasni ilyen újságba. Na, azt szeretném... Egy-két újságcikket szokott olvasni? Honnan tudsz ilyen információt? A Szekszárdi bor, szívem. Szekszárdi bor. Hát persze. Hogy kell mondani? Szekszárd. X-el vagy KS-el? KS. Elnézést kérek, nem tudom. Na, az a lényeg, hogy ugye híres azért a borászatáról, és valószínű, hogy ez itt egy boros pince lehet, ahol mi most állunk. Borszagot. Nem, azt hadd mondjam azért, jó, hogy mi nem nyúltunk az ajtóhoz, még valaki ránk van, látták, hogy nyitva volt, és nem jártunk még itt, úgyhogy tényleg csak kívülről láttuk, ahogy elmentünk, és úgy gondoltuk, hogy akkor együtt veletek együtt felfedezzük. És én csak annyit szerettem volna mondani, hogy borszagot nem érezni, viszont azt a tipikus pince dohos szagot, igen. Na, akkor lessük meg valahogy. Na, várjon. Hát hozd közel, hogy látszom. De lehet, hogy kell vakú is. Na mindegy, én lemegyek. Tehát itt van pár lépcsőfok. Egy, kettő, három, négy. Aha, igen, és ez föld, azért van dohos szaga. Igen. Hát a... de hát ez nagyon vagány. Igen. Mint egy kis horrorfilm. És érzem, hogy valami puhába léptem. Felemelem a lábamat, de ti még nem láthatjátok. Ugye nem szarba léptem. Nem. Csak valemeleket, az... de ja? Ú, de vagány. Azt a mindenit. Igen, ér. Hát azért ne legyen már a kis a cipőm. Hát ne legyen. De azt a mindenit. Hanyit, hogy mi jutott eszembe? Itt lehetne edzeni. Olyan jó, kellemes az idő. Mi ez a nagy kábel? Hát igen, mert ugye nyáron hűtél, van. Én a kezem, tudod, hogy néz ki, mint egy nagy kuladarab. Valaki fölragasztotta a falra. Jaj, éves kábel. Itt már felét leszek. De hogy? Ja, te nem jössz, félted a cipőd. Itt már nedvesebb a föld, látszik. Igen. Adok nektek egy vakucskát. Hát, ennyit tudok nyújtani, ez a vaku. Na. Hát a balra elfordítod a kamerát, igen. Ott leviszed a tövéhez. Ott valami csövek. Lyuk is van, vagy lyuk. Miatt valami kis ásás nyom, úgyhogy én helyette nem mennék annyira. Ja, ott az. Igen. Még föld alatti kutya. Ja. Gyere, lehet, hogy vannak zombik, hajni. Én megyek. Te látod a végét? De itt van másik lábnyom is, vagy mi azt, nem látjátok? Lábnyomok? Akkor nem tudom, hogy menjen. Én nem látom a végét, ez hosszú hajni. Tehát itt, amit láttok, kis falat, az onnan nem... még van, még minimum annyi. Na, hogyan menjünk be? Hagyj meg már előre. Ha futni kell, akkor... De várj, akkor fogd a kezem. Jó, ne menjünk tovább, ott még van... Azt a hajni, hát ez rendesen horrorfilmet lehetne gyártani. Valószínű úgy lehetett, hogy valami kis bemutató... Halljátok? Valami morog. Várj, hajni. Elég nehézkes már, mert... Kapaszkodok. Tényleg kapaszkodok. Várj, én hallom. Mi volt az? Nem az. De megijedtél? Bolond. Megrántottak itt a kezdet. Csórónő megijedt. Hát igen. Úgyhogy még a felénél sem járunk. Úgyhogy... Viszont itt már egyre puhább a föld. Nem tovább, mert most... mint a homokos lenne. Hát nem akarok igen, bezuhanni sehova. A másik meg az, hogy ugye tudjátok, hogy a napokban elég nagy ezt... Na,
a napokban elég igen, nagy igen, szok volt az eső, nem eső, tudom, hogy szoktatok olvasni ilyen időjárás jelentéseket. Igen. Nagyon szok volt az eső. Igen, és ez a pirámárvizek voltak, és ezen a környéken is. Nézd ide, Hajni! Na. Így is jól néz ki a hajad. Köszönöm szépen. Látszik, hogy én csináltam. Jó, köszönöm szépen. Én meddig viselem. Te csináltad, én viselem a hajam. Jöjjön, menjünk. Jó, úgyhogy inkább menjünk. De várj, most meg tele van a lábnyomunkkal. Hát akkor most... Na, látjátok, tetség. Most látszik a lábnyom. Egyébként befelé, mintha láttam volna, és tudjátok, itt van. Csak az a baj, nem tudom, hogy hogy mutassam ez neki. Nem fókuszál. Ja, innen kezdődik. Csizmáért. Igen. Hát csizma? Itt. Vagy valami kis bakancsszerűség. Hát látszik, ekkora, mint a... Látszik, igen, valami gyerekek. Lejöhettek ide a gyerekek. Jajnyira. Hú, de jó volt. Neki mentem. Hajni, én nem is figyeltem. Hát valószínűleg nincs benne áram, de hát figyeljünk ilyen dolgokra. Hát szívem, annyira hüles előre. Hát, gyerekek. Én ennek nagyon örültem. Hú, de jó, kellemes volt a levegő. Ja, tényleg. Hú, ez a hordó. Ebbe lehetne szemetet égetni, mindent. Főzni, mosni, takarítani, vasalni. Nem szoktunk szemetet égetni különben, de amúgy az esővíz felfogására tökéletes lenne ez a hordó, de hát nem fér be az autónkba, meg amúgy sem nyúlnánk semmihez se. Úgyhogy igazándiból mi szeretnénk megköszönni azt, hogy ma is velünk tartottatok. Nem tudom, hogy a Hajni miért szeretne elköszönni, én még nem szeretnék elköszönni. Na. Akkor most menjünk és nézzük meg együtt a náttetőt, mert szeretnénk nektek is megmutatni, hogy ti is lássátok. Mert én megmondom őszintén, én még jaj, nem láttam. Hát így nem tudják meg... hogyan? Nem tudom őket kivenni. Hogyan? Hát be vagytok szorulva a kapuba. Hát most hogyan? Én is? Zsiráf! Íj! Á, most hogyan? Kéne egy flex, ezt le kéne innen vágni. Hát. Ja, értem! Hopp! Á, ugyanaz Hajni, most meg a másik oldalon vannak. Nem tudom. Valami. Íj, nem jó ez itt. Hát mindegy, ti most itt maradtok, mi meg megyünk tovább. Jó? Amúgy milyen színű a szemem? Hát ilyen szürkés. Igen, megszédültem. Na, menjünk tovább, mert sok lesz a hülyéskedés. Jöztem. Mert nem csak feliratkozni lehet, hanem leiratkozni is. Hát senkit nem szeretnénk elveszíteni. Na. Na szóval, akkor is melyik oldalon fogod tudni felvenni, mit ott mondunk? Szeretnénk ott megmutatni. Jó. No kérem szépen, tehát akkor ez volt a kis, mondjuk azt, hogy borospince helyiség. Igen. Nagyon jól klimatizált. Visszatérünk ugye erre a kis étteremszerűségre, és megpróbálunk közel menni a náttetőhöz. Én fogom a kezed, mert megint bele fogsz lépni abba a nagy dzsindzsába, és tényleg, ha hiszitek... Várj, van egy nyitott ablak, vagyis nincs ablak, rács van. Na, akkor benézel. Én nehogy beejtsem már a telefont. Szívem, ne dühéskedj. Na, hát nem tudom, mit láttok ebből. Én most jelenleg semmit, talán mintha lenne ott egy kis csempézés. Hú! Néla! Na, hát ezt is muszáj volt kipróbálni. Igen, de én itt találtam még egy nyitott ablakot. Na, és akkor így csináltam, hogy így bedugtam a telefon, de nem játszok így, mert hát ha lejtem. Hajni, most nézem, te hosszú ujjúba vagy alul. Igen. És akkor téged nem csípnek a szúnyogok. Aha. Ó, itt is ki van törve minden. Vigyázz, mert szilánkos. Uh-huh. Na, legalább így is láttok valamit. Jó, ne koszt. Nem vagy mi az a... Ott jaj, látjátok azt a fura téglalap alakú bevágást a csempén? Az 100%, hogy az fatüzelésnek a jele. Tehát ott ki kell, hogy menjen egy kémény. Szerintem ott lehet ugye kotorni. Igen, biztos. És ugye kivenni a kormot onnan. Hogy milyen kis... Na, hogyha... ó, itt már jobban látszik a náttető. Amilyen magasak vagyunk, lehet, hogy el is érjük. Nem, azért elérni nem érjük el. Nagyon vastag. Nagyon vastag.
Aha, és itt ahol, itt vagyunk a tető mellett, alatt közvetlenül, nagyon puha a föld, hopp, be is süllyedt. Nyilván azért, mert ugye a sűrű nádon ugye lefolyik a víz, és hát ide. Tényleg? Hát nem ilyen a kutya. Hát persze, nedves a föld, hajni. Igen, jó. No, akkor elmegyünk arra, jó? Arra kimegyünk, és akkor elköszönünk. Rendben. Reméljük, hogy azért ezt is élveztétek. Én nagyon. Nekem az a pince nagyon tetszik. Igen. Jó lenne otthonra egy olyan. Kéne egyet ásni. Jó. Hát a gondolat. Aha, igen, ott is ki van írva, életveszélyes épület. Nem mondom azt, hogy ez 100%-osan az. Nyilván mondjuk azt, hogy a behatolók ellen. Igen. De hát gyönyörű ez a tető. És képzeljétek el, hogy most is a bejárathoz képest, hát én nem tudom hány méterrel vagyunk feljebb, mert itt rengeteg lépcső van még lefele. Ugye a másik oldalon mi csak a dombot mutattuk, de itt viszont itt van a lépcső lefele, ugye? Uh-huh. Tehát lépcső, egyenes, megint lépcső, ez is valami kis teraszrész lehetett valószínűleg. Na, hát meg az az igazság, hogy pletykálni is kéne, de azt majd lehet, hogy átrakjuk egy másik videóba, jó? Ja. Mert ott még összeszedjük a gondolatainkat. Hát Hajninak belerepült a szemébe egy szúnyog, hogy ezt most valahogy meg ki kéne szedni. Nem, na, hanem valószínű ott lenne abban a boros pincében valami por, igen, belement a szemembe. A lényeg az, hogy reméljük, hogy azért ez a mai kis megint együttes bejárás egy lakatlan épületnek, illetve lakatlan vendéglátó egységnek a bejárása. Reméljük, hogy tetszett nektek, várjuk a kommentet. Elnézést kérek, tudom, hogy néha sok vagyok, szerintem egy picikét menjünk távolabb, mert ide jöttünk ugye a főúthoz. Ja, értem, meg, nem hallom. Nagyon rossz a hangminőség, ugye nem vagyunk profik. Jó, próbálkozzunk. Nincs velünk egy komplett stáb, ugye, mi magunk vagyunk a stáb, ezzel nincs semmi baj, megoldjuk okosba. Na. Így jó lesz? Hát még jöjjön. Hát jó, csak itt ilyen dombok is vannak. Azt nézem, hogy lett az ujjam olyan retkes? Hát a hordótól, vagy mi? Olajos? Az egész kezedben valami bogarak is mászkálnak. Azt mondom. Na, úgyhogy elköszönünk, aztán megyünk haza, mert még fürödni is kell. Jó. Na, hát akkor menjünk ide a horror sztorihoz. Akkor innen. Így. Leszakad a karom, de... Már jött is a nagy csepp, úgyhogy gyorsan. Lerakunk ide, titeket ide a fűcsomóba, vagy nem tudom, ezt hogy kell mondani. Inkább tartom. Jó. Eljöttünk onnan, mert rengeteg a bogár meg a szúnyog. Igen, úgyhogy szerettük volna megköszönni, hogy velünk tartottatok. Ma is várjuk a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, esetleg lájkjaitokat. És ha még nem iratkoztatok fel, akkor iratkozzatok fel ti is. Sziasztok, én Hajni voltam. Én pedig Száz Zoltán, akkor ez volt most az Elhagyatva 3. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, sziasztok. Sziasztok. Egyszer akartad mondani? Igen. Akkor hogyan? 3. 3, 2, egy után vagy hogyan kell? Egy és. 3. Hát nem számol senki már megint, no. Megint csak egyedül vagyok, én ezt nem szeretem így csinálni. Sőt, már nem látok. Szóval? Most akkor ki számol vissza. Ti számoltok vissza? Én nem köszönök el, senki nem számol hajni. Na, akkor együtt, jó? 3, 2, 1, sziasztok! Mindenkinek küldöm a puszit, legyen nő vagy férfi.